Nem csökken a nyomás, új migrációs útvonalak alakulhatnak ki, amelyek akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érinthetik, nyilatkozta Bakondi György, miniszterelnöki főtanácsadó. Határidő. Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adókat. A járműtulajdonosok gépjárműadót fizetnek, a vállalkozások iparűzési építmény vagy telekadót. Nagyszámú adásvétel. Folyamatosan növekszik a használt és az új autók eladása itthon. Idén a tavalyihoz képest mintegy 5 évvel több autó cserélt gazdát. Új migrációs útvonalak alakulhatnak ki, amelyek akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érinthetik, mondta Bakondi György, miniszterelnöki főtanácsadó nyíregyházi előadásán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Egyelőre kisebb számban, de új migrációs mozgás indult meg Szerbia felől, Románia és Magyarország felé, mondta Bakondi György, majd hozzátette, amennyiben szükség van rá, megépülhet a kerítés a magyar-román határszakaszon. A tereprendezés már korábban megtörtént, a kerítés elemek a térség raktáraiban vannak. Ezek a felvételek idén áprilisban készültek, akkor kezdődött meg a kerítés építés előkészítése a magyar-román határ szabolcsi szakaszán. Többnyire mezőgazdasági területekből kerítettek letszölöpökkel egy-egy részt ott, ahol szükség esetén megépülhet a kerítés. A miniszterelnöki főtanácsadó erről is beszélt a Népszavazás tétje című nyíregyházi rendezvényen. Bakondi György kiemelte, az elmúlt időszakban, igaz kisebb számban, de megindult egy migrációs mozgás Szerbiából Romániába, onnan pedig Magyarország felé. Itt az a legfontosabb, hogy egy új migrációs útvonal, ezek ugye kísérletek, embercsempész csoportokat mozgatnak az embercsempészek, hogy hol találnának gyenge pontot. Ha és amennyiben ez útvonalná alakulna, tehát az a több százas napi mozgás, vagy több ezres napi mozgás, amit a szerb szakaszon tapasztaltunk, emlékezzenek vissza a tavalyi 8-10 ezer fő naponta mozgásra. Ha ilyen változás következne be a helyzetbe, akkor természetesen a magyar kormány készen áll intézkedni. Most intézkedett a kormányzat, hogy 3 ezer fővel növeljék a rendőrség létszámát, megerősítjük a szerb szakaszon a kerítést, újabb technikával szereljük föl. És hát itt a román határszakaszon pedig megtörténtek a mérnöki munkák, tereprendezés, tehát a térségben, raktárakban vannak a kerítés elemek, tehát ha egy politikai döntés születik arról, hogy a védelem érdekében ezt meg kell tennünk, akkor a magyar honvédség órákon belül képes elkezdeni a kerítés építését. Reméljük, hogy erre nem kell, hogy sor kerüljön. A miniszterelnöki főtanácsadó arról is szólt, tavaly 400 ezeren haladtak át Magyarországon, összesen 104 országból. Ám a jelenség nem állt meg, naponta százas nagyságrendben tesznek kísérletet az államhatár jogellenes átlépésére. Bakondi György hozzátette, az elmúlt időszakban Nyugat-Európa belbiztonsági helyzete sokat romlott. Mint mondta, csak július 14-e és 26-a között mintegy 100 ember halt meg. A legtöbb terrorcselekményt, vagy éppen nők elleni erőszakot olyanok követték el, akik a határellenőrzés hiányosságai és a több tekintetben késedelmes uniós döntések miatt kerülhettek Európába, véli Bakondi György. A főtanácsadó hozzátette, hasonló helyzetet nem szabad megengedni Magyarországon, ezért is fontos az október 2-ai népszavazás. A Magyar Szocialista Párt sem szeretne menekülteket befogadni Magyarországra, közölte Halmi József, a párt megyei alelnöke. Hozzátette, az októberi népszavazást azonban nem a lakosság kezdeményezte, hanem a kormánypárt. Ezzel pedig politikai tőkét szeretne kovácsolni. A nyíregyházi sajtótájékoztatón az is elhangzott, az Európai Uniónak jelenleg nincs a kötelező kvótáról döntése. Azt próbálják kommunikálni, hogy ez a népszavazás arról szól, hogy jön-e migráns, vagy nem jön migráns, hogy ki migránspárti, meg ki nem migránspárti. Menekültekről van szó. Akik háború elől menekülnek, én azt gondolom, azokkal emberségesen kell bántani. A szocialista párt se akar az országban migránsokat. A szocialista párt se akarja a kötelező kvótát. Nem fogadjuk el. Ezt már mondjuk 2015 óta. Csak félre kommunikálja a kormány. Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adókat. A jármű tulajdonosok gépjárműadót fizetnek, a vállalkozások iparűzési építmény vagy telekadót.
A helyi adókból származó bevételek egy részét a települések működési költségekre, szociális juttatásokra fordítják, másrészt hozzáteszik fejlesztéseikhez. Nyíregyházán jelentősen javult az adófizetői magatartás, kevés a kintlévőség. A gépjármű tulajdonosok és a vállalkozások is befizetik határidőig az adót. A 40 ezer gépjármű tulajdonos jelentős része már egész évre kifizette a gépjárműadót. A megyeszékhelyen a legnagyobb összeg iparűzési és építményadóból kerül a költségvetésbe, mondta el korábban szerkesztőségünknek az adóosztály vezetője. Megközelítőleg 4,2 milliárd forint adóbevételt remélünk szeptember 15-ére. Ez azt jelenti, nyilvánvalóan, hogy a legfontosabb iparűzési adó nemből származó bevételünk el fog érni megközelítőleg a 3 milliárd forintot, építményadóból pedig 1 milliárd forintra reménykedünk, hát nyilvánvalóan a többit pedig a többi adó nem fogja kiadni. Nyírbátorban az ipari övezetben működő cégek száma dinamikusan növekszik, a vállalkozások gazdasági helyzete stabil, képesek a növekedésre. Tavalyhoz képest az idén 10%-kal gyarapodhat a város költségvetése az iparűzési adónak köszönhetően. Megközelítőleg 1,2 milliárd forintot fizetnek be a vállalkozások, cégek, vállalkozók, de más helyi adónemben is számítanak bevételre. Nálunk telekadó az, ami elsősorban a gazdasági társaságokat érinti. Ezt kifejezetten a be nem épített területrész után kell fizetni egy kedvezményes módon, hiszen a beépített részt az duplán lehet levonni az ingatlan területéből, tehát ha valaki 50%-ig beépítette az ingatlanát, akkor már jellemzően nem kell fizetnie. A korábbi években szabadabban lehetett felhasználni, fejlesztésekre fordítani a helyi adókat, mondta a nyírbátori polgármester. Jelenleg nagyobb mértékben kell a gazdaságilag erősebb településeknek hozzájárulniuk kiadásaikhoz. Ma már megengedi a jogszabály, hogy az iparűzési adóból az önkormányzatok minden folyóv kiadásokat finanszírozzanak, és van egy-két jellemző kiadás nem, amit gyakorlatilag magunknak kell finanszírozni. Tehát az adós, az erősebb iparűzési adóval rendelkező települések már a szociális kiadások szinte valamennyi részét, a gyermekétkeztetés kiegészítését, egyéb működési feladatokat finanszíroznak. A települések adóerő képességüknek megfelelően a jövőben az oktatási intézmények finanszírozásához is hozzájárulnak majd, mondta el a polgármester. Folyamatosan növekszik a használt és az új autók eladása itthon. Idén a tavalyihoz képest mintegy 5 évvel több autó cserélt gazdát, miközben új gépjárműveket is egyre többen vásárolnak. Egy friss felmérés szerint Budapest után ebben a térségben a legdrágábbak a használt autók. Folyamatosan növekszik a használt autók átlagára a hazai piacon. Az egyik legnagyobb online kereskedés adatai alapján leginkább a benzines 1,8 millió forint körüli autókat szeretnék eladni a tulajdonosok. A piacon leginkább a külföldről behozott és az új autók vásárlása miatt lecserélt járművek keresnek gazdát. A használt autópiac folyamatos növekedése az töretlen az elmúlt negyed évben is. A használt autópiacon 50 ezer felett alakul az adásvételek száma egy hónapban, ami 18%-kal magasabb, mint az egy évvel korábbi érték. Ugyanígy az új autó vásárlások száma is fölfele megy, illetve a behozott használt autók mennyisége is folyamatosan növekszik. A külföldről behozott használt autók száma a 2008-as gazdasági világválság óta nőtt meg jelentősen. Ennek az az oka elsősorban, hogy 2008 után drasztikusan visszaesett az új autóértékesítés, és ebből kifolyólag így már a válság után 8. évvel a használt piacon bizonyos modellek tekintetében hiány mutatkozik. Ez pótolja az évek óta egyre nagyobb számban bejövő külföldi használt autó. Ebben az évben gyakorlatilag 140 ezer használt autó fog bejönni az országban. Tavaly ez 120 ezer volt, minden évben egyenlő ez növekszik. Az átlag életkort gyakorlatilag egy minimálisan javítja, illetve a környezetvédelmi osztály tekintetében, főleg az Euro 3-as, de inkább Euro 4-es motortól jönnek be ezek a gépkocsik, és azt gondolom, hogy ez egy kicsit pozitív változást okoz a környezetvédelmi értékekben. A szakértők szerint még néhány évig többségben lehetnek a behozott autók az újakkal szemben, viszont jelentős változás, hogy az importált autók között egyre kevesebb dízelt keresnek a vásárlók. Egy gyermeket sodort el egy autó tegnap délután Nyíregyházán. A Kállói úton a zebrán próbált meg átsétálni a gyalogos, amikor elütötte egy személyautó.
A gyermek könnyű sérüléseket szenvedett, a rendőrség eljárás keretében vizsgálja a baleset okát és körülményeit. Kedd reggel egy kis teherautó ütött el egy gyermeket Újfehértón. Reggel 7:30 egy 9 éves kislány lépett a haszonjármű elé. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség itt is vizsgálódik. Újabb elemekkel gazdagodva nyílt meg a Kontraszt kiállítás Kisvárdán. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Több rutinos játékossal erősített a Sunshine Nyikse együttese. A második NB2-es szezonjára készülő kosárlabda csapat továbbra is Kovács Tibor irányításával készül. Szerdán a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának első körében pályára lép a rakamazi Spartakusz. Madalina György megyei első osztályú együttese 15:30-as kezdéssel az NB1-es Mezőkövesdet fogadja. Újabb elemekkel gazdagodva nyílt meg a Kontraszt kiállítás Kisvárdán. A tárlat továbbra is a fiatalokat és a családokat érintő legfontosabb kérdéseket hozza felszínre, kíméletlenül őszintén, fotók és multimédiás eszközök segítségével. Egy pincében, labirintusban haladva, szobáról szobára gondolkodhat el a látogató az élet nehézségein, azok megoldási lehetőségein. A Kontraszt kiállítás 6 témakört dolgoz fel, ahogy a neve is mutatja, éles ellentétbe állítva azok fény és árnyoldalait. A témák között szerepelnek a családon belüli erőszak, szülők, példaképek, házasságválás, születés csodája, abortusz, szexualitás, szenvedélybetegségek, szabadság, öngyilkosság, élet értelme, valamint a megváltás csodáját érintő kérdések. A kiállítás egy olyan labirintus, amelyben elindulva az ember a saját sorsával, múltjával, elrontott dolgaival, győzelmeivel, gyermekkorából hozott félelmeivel, vagy éppen a kilátástalanságokban a lehetőségekkel találkozik, és a figyelmet éppen arra szeretné fölhívni, hogy egyrészt mindig van tovább. Egy-egy mélypont az nem feltétlenül végpont az életnek a végén, és egyáltalán nem biztos az, hogyha valami éppen nem sikerült, vagy elrontottunk, akkor hogy ne lehetne fölárni, hogy ne lehetne újra, sőt újat kezdeni, egy egészen újat. Mivel a tárlat célközönsége a 14-28 év közötti korosztály, ezért multimédiás eszközöket is használnak a szervezők kommunikációs csatornaként, amelyek a döbbenet erejével hatnak a látogatók szinte minden érzékszervére. A Kontraszt kiállítás egy példaértékű család- és ifjúságmegmentő projekt a Magyarországi Református Egyház és a rendőrség együttműködésében. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon újszerű és hatalmas üzenetet közvetítő kiállítás. Nem csak képanyagában üzen a látogatóknak, hanem különféle hangeffektekkel, rejtett, kódolt üzenetekkel, amelyek mégis a figyelmes látogatóhoz célba érnek, és így egy olyan komplex élmény, amit azt gondolom, hogy mindenkinek látni kell. A tárlat fővédnöke Sesták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, aki az elsők között tekintette meg a kiállítást. A helyszínen azt mondta, ha valaki ellátogat ide, az más emberként tér majd haza. A tárlat ingyenes és egészen 2017. március 10-éig megtekinthető. Naponta átlagosan 3-5 gyermek szökik meg egy-egy gyermekvédelmi intézményből. A szám ugyan magas, ám a statisztika javult, hiszen korábban akár tucatnyian is eltűntek, tájékoztatott a megyei rendőrfőkapitány. Farkas József szerint fontos, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben élő gyerekek ne váljanak bűnelkövetővé, ezért alternatívát kínálnak nekik. Szirota Jennifer is énekelt Nyírbogáton a Zene a Skell című bűnmegelőzési pályázat nyitó rendezvényén. Fellépésének célja az volt, hogy a gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek lássák, az előadó művészet kiváló lehetőséget biztosít nekik arra, hogy energiájukat ne rosszra, hanem alkotásra fordítsák. A nem mindennapi pályázatot a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke mutatta be, Hatala József kiemelte, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyírbogát már a 3. helyszín, ahol a programot megvalósítják. Minden lehetőséget fel kell használni ahhoz, hogy a felnövekvő ifjúság ne váljon
bűncselekmény áldozattává, illetve ne váljon elkövetővé. És ennek mi egy nagyon fontos eszközének látjuk a zene lehetőségeinek felhasználását. Nem kell különösebben magyarázni, hogy a zene a személyiségfejlesztő, jellemformáló, motiváló lehetőségeket biztosít, és ennek keretében a Legyen a más a szenvedélyed programunk egyik része a Legyen a sport, illetve Legyen a zene a szenvedélyed. Pályázatokat hirdettünk meg, és a pályázatok segítségével támogattuk a hátrányos helyzetben lévő gyermekeket. A következő hónapokban tánc és zeneórákon vesznek majd részt a Nyírbogáti intézmény lakói, akik hangszereket is kaptak. 4 gitár, 3 szintetizátor, kotta állványok és dobfelszerelés, ezeket használhatják majd a gyerekek. A bűnmegelőzési programnak plusz hozadéka is van, erről már a megyei rendőrfőkapitány beszélt a rendezvényen. Ha csak az intézeti szökéseket nézzük, amikor önkényesen távol vannak, ahol nyilvánvalóan keressük, körözzük őket, és benne van a kockázati tényező, hogy akármi történhet, hiszen itt nem felejtsük el, gyakran 10 év alatti gyerekek is úgymond lelépnek az intézetből. Örömmel mondhatom, hogy 1/3-ára visszaesett a szökésben lévőknek a száma. Több olyan gyerek volt, aki nem szökött el, vagy akár vissza is érkezett olyan foglalkozásokra, ahol úgy érzi, hogy hasznosan tudta eltölteni az időt. A Nyírbogáti Gyermekvédelmi Intézményt a közelmúltban adták át, itt több lakóegységben élnek a gyermekek, összesen 40-en. Több rutinos játékossal erősített a Sunshine Nyikse együttese. A második NB2-es szezonjára készülő kosárlabda csapat továbbra is Kovács Tibor irányításával készül. Az október elején kezdődő bajnokságban a legjobb 4 közé jutást célozta meg a nyíregyházi gárda. Tavaly szezon közben kapcsolódott be az NB2 keleti csoportjának küzdelmeibe a Sunshine Nyikse, amely végül a 8. helyen végzett a bajnokságban. A csapat augusztus elején kezdte a felkészülést a fiatalokkal, akikhez a hónap közepén csatlakoztak a rutinosabb játékosok. Az együttes az elmúlt héten beugróként pályára lépett a nyíregyházi felkészülési tornán, ahol több új játékossal a soraiban a 2. helyet szerezte meg az úszasok mezőnyében. A tavalyi évi szereplésünk az elég vonzó volt. Mindazoknak, akik idejöttek mondjuk tovább tanulni a megyéből, vagy azok, akik korábban kosárlabdáztak az NB2-es csapatnak, tagjai voltak még a nagykálói NB2-es csapatnak. Tehát sok olyan ember visszatért a pályára, akik esetleg eddig csak az elmúlt 1-2 évben hobbi szinten kosaraztak, vagy kisebb csapatokban próbálkoztak. De hát volt olyan, akit például másik NB2-es csapatból igazoltunk vissza, azért, mert eleve nyíregyházi, és természetesen korábban is itt játszott, tehát szeretnénk, hogyha visszatérne. A csapat edzéseit továbbra is Kovács Tibor irányítja. A szakember több olyan kosarassal is együtt dolgozhat, akik már voltak játékosai korábban az NB1-es és NB2-es nagykálói csapatban. Farkasinszki Gabi a legújabb érkezőnk, azért ők magasabb szinten, és azért szerintem kosaras berkekben mindenhol ismerik a játékák, ő nagy erősítésünk lesz. Asztalos István, ő még jelenleg munkai elfoglalásaik miatt nincs itt, de ő is azért NB1-es szinten már játszott csapatban. Horváth Bence sérülés miatt jelenleg szintén még távol van a csapatunktól. Fiatalok közül Zajász Krisztián, Sveda, Tomi, Nyíri Peti, Pollák, Nándi érkezett, Balog Andris, aki ide került Nyíregyházára, főiskolára, illetve egyetemre, ő régebbi ismeretség alapján szintén nálunk ezt el, ő is nagy erősítés lesz, illetve Hajdú Hatházról egyetemistaként hozzánk kapcsolódott be Földesi Norbi is. A nyíregyházi nevelésű, legutóbb a Hajdú Hatház színeiben szereplő Farkasinszki Gábor korábban több NB1-es csapatban is szerepelt. A center 7 év után játszik ismét nyíregyházi színekben. A tavalyi szezonom is elég jól sikerült, reménykedek benne, hogy idén is sikerülni fog, bár remélhetőleg ez a szezon nem rólam szól, hanem sokkal inkább az itt lévő fiatal játékosokról, és arra, hogy ők komolyabb szinten tudnak itt valamit előrelépni. Az NB2 keleti csoportjában október 1-én rajtol a szezon. A Sunshine Nyikse az első 3 meccsén minden bizonnyal idegenben lép pályára, mivel az együttes új otthonát, a Bánki tornacsarnokát jelenleg felújítják. A cél a legjobb 4 közé kerülés a 12 csapatos mezőnyben.
Szerdán a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának első körében pályára lép a rakamazi Spartakusz. Madalina György megyei első osztályú együttese 15-30-as kezdéssel az NB1-es mezőkövesdet fogadja. Újoncként jól szerepel a megyei első osztályban a rakamazi futballcsapat. Madalina György tanítványai 5 fordulót követően 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel a negyedikek a tabellán. A Spartakus legutóbb nagyhalászban végzett 1-1-es döntetlenre. Szerdán kupameccset játszik a rakamaz, az országos főtábla első körében a korábbi szövetségi kapitány Pintér Attila által irányított NB1-es mezőkövesdet fogadják Deme Attiláék. A hazaiak edzője el tudott volna képzelni könnyebb ellenfelet is az élvonal újoncánál. Nem örültünk neki, nem csak azért, mert nagy valószínűség szerint ez lesz a végállomás, hanem ennek van anyagi vonzata, szerettünk volna még egy olyan csapattal játszani, akit meg tudunk verni, és a következő fordulóban bármelyik NB1-es csapatot szívesen láttuk volna. Sajnos az új kiírás értelmében ez most nem lehetett megvalósítani. Összesorsoltak, szerintem volt azért benne egy kis irányított sorsolás, de hát állunk elébe, gondolom a játékosoknak is, mint nekem is, meg a nézőknek is egy óriási élmény lesz, hogy egy nagyon jó NB1-es csapat ellen játszunk. A mérkőzés szerdán 15 óra 30-kor kezdődik a rakamazi futballpályán. Döntetlen esetén nincs hosszabbítás, egyből 11-eseket rúgnak a csapatok. A kupában még érintett többi megyebeli együttes, a Nyíregyháza Spartakusz, a Kisvárda, a Nyírbátor, a Baktalórendháza és a Balkány szeptember 21-én lép majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Új migrációs útvonalak alakulhatnak ki, amelyek akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érinthetik, mondta Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadó nyíregyházi előadásán. Hozzátette, ha amennyiben szükség van rá, megépülhet a kerítés a magyar-román határszakaszon. A tereprendezés már korábban megtörtént, a kerítés elemek a térség raktáraiban vannak. Szeptember 15-éig kell befizetni a helyi adókat. A jármű tulajdonosok gépjárműadót fizetnek, a vállalkozások iparűzési építmény vagy telekadót. A helyi adókból származó bevételek egy részét a települések működési költségekre, szociális juttatásokra fordítják, másrészt hozzáteszik fejlesztéseikhez. Folyamatosan növekszik a használt és az új autók eladása itthon. Idén a tavalyihoz képest mintegy 5 évvel több autó cserélt gazdát, miközben új gépjárműveket is egyre többen vásárolnak. Egy friss felmérés szerint Budapest után ebben a térségben a legdrágábbak a használt autók. A Kölcsei Televízió iradóját látták szeptember 13-án kedden. Friss hírekkel holnap este is várjuk Önöket műsorainkért és további hírekért. Böngészik honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A Kárpát-medencében folytatódik az átlagosnál jóval melegebb idő. Ma több, szerdán már kevesebb záporral, zivatarral. Éjjel kezdetben erőteljes gomoly felhőképződés várható, majd estétől fokozatosan kiderül az ég. A délutáni kora esti órákban elszórtan zápor-zivatar kialakulhat. A változó irányú szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd az északira forduló szél helyenként megélénkül. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét második feléig sok lesz a napsütés, emellett 30 fokot közelítő nappali hőmérséklet, és legfeljebb egy-egy zápor zivatar ígérkezik. Péntektől jelentős változás kezdődik. A megnövekvő felhőzetből hétvégén és hétfőn már többfelé valószínű csapadék. A hőmérséklet fokozatosan visszaesik. Vasárnap és a jövő hét elején helyenként a 20 fokot sem érik el a legmagasabb értékek.